Bukovina közepibe születtem. Anyám se volt, méges felnevekedtem. Úgy nőttem fel, mint az erdő nagy csipke rózsa. Volt szeretőm, bár soha se lett volna. Ki kell nyitni a kapukat mindenkinek, aki a bukovinai kultúra értékei iránt fogékony, mondta Illés Tibor, a Székely Szövetség országos elnöke. Ennek a folyamatnak részeként szervezték meg az első bukovinai székely énekversenyt, melyre a határon innen is túlról is érkeztek indulók szép számban. A szervezők emléket akartak állítani Nyisztor Bertalannénak is, aki a népcsoport leghíresebb énekese volt. A varázsa abban volt, hogy mintha elrepült volna fölötte a 20. század valami olyan arhaikus, tiszta lélekkel, mondta a dalait, hogy megragadta az embert. Egyszer a néptánc antológiát Budapesten a sportcsarnokban rendezték 6-7 ezer ember előtt, és arsogó, rohanó fiatal tánccsoportok dübörögtek a színpadon, és kérték, hogy a Rózsi néni énekeljen. És a két szám között nagy zsongás volt a nézőtéren, a több ezer ember ott elkezdett beszélgetni, és egy kicsi öreg asszonyt vezettek be a nézőtérre. Már nem is állva, leülve énekelt, elétették a mikrofont, és amikor a technika segítségével megszólalt a hangja, egy pillanat alatt olyan csönd lett abba a hatalmas arénába, hogy az ember a szívdobogást is meghallotta. Ez volt az ő varázsa, és ezt hivatott továbbvinni ez a rendezvény is. Összesen 43-an álltak színpadra 4 korcsoportban. A legkisebb addig volt iskolás, míg a legkorosabb már a 8. X-et is leírta. Kicsit aggodalmat is keltett bennünk ez a dolog, hogy vajon lesznek és mennyien lesznek, és hát akkor hirtelen tényleg mindenhonnan ugye külhoniak, határon túli, vagy nevezhetjük most a Kárpát-medencei résztvevőink vannak, ugye Madéfalvától, Dévac, Erján keresztül, Aldunáról ugye a Pancsova, Székelykeve, és ugyanakkor a tagegyesületeink, hiszen azok is szép száma résztvevői, illetve küldött énekesek vannak onnan. Illetve hát Debrecentől Siófokig, ahogy már említettem, tehát sokan jöttek, és biztos, hogy, és mégis ez is a cél talán, hogy egy olyan fajta, tehát kinyissuk a kapukat, a táncnál is ugyan hasonló volt a szóló táncnál, kinyissuk a kapukat, meg tudjuk mutatni azokat az értékeinket, és hát természetesen örömmel veszük, ha ezt úgy táptalajra lel, és sokan kapcsolódnak, megismerik ezeket az értékeket, kincseinket, és bízom benne, hogy szórni fogják az egész országon belül. A zsűri arra is kíváncsi volt, vajon a nemzedékek mi módon tudják átörökíteni őseik dal kultúráját. Ma a népdalvilág újjá éledésének vagyunk tanúi. Nagyon sok városi gyerek, fiatal, sőt felnőtt, vagy nyugdíjas kezd el népdalokat tanulni. És a bukovinai székelyek dallamvilágának, szövegvilágának olyan vonzása van, az előadásmódnak olyan különös értékei vannak, ami miatt nagyon sokan akarják megtanulni. Tehát a mai versenytől azt várom, hogy megmutatkoznak a bukovinai székelység itt élő tagjai, megmutatják, hogy ők még mit őriznek, mit vittek tovább a gyerekeiken, unokáikon keresztül, de várom azt is, hogy megjelennek azok a fiatal vagy kevésbé fiatal énekesek, akiket már ez a típusú vonzás ismertette meg a népdalokkal. A bírálók végül 10 kiemelt arany emlékplakettet, 5 kiemelt arany, 12 arany és 10 ezüst oklevelet osztottak ki a résztvevők között. Egy szép ünnep is, és bízom benne, hogy tényleg ez a énekverseny, ez meg fogja koronázni ezt a kultúrát. Árva madárja párjai, édesanyja a fiai, a jó katona megküzd,